Lassan 2 éve kézilabdázik a Kadetten Schaffhausen csapatában, ahol legutóbb óramű pontossággal lőtte a gólokat, 7-et a Plock ellen a Bajnokok Ligájában. A BL-ben 41-nél jár idén, miközben klubja a Veszprémi BL csoportban egyébként most utolsó helyen van. A svájci bajnok magyar válogatott irányító Császár Gábort kapcsoljuk már is. Szia Gábor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt mindenkinek! Gábor, hát ugye az elmúlt idényben 64 gólt lőttél, most 41-nél tartasz, és még hol a vége? Mennyire lehetsz elégedett a őszi teljesítményeddel? Hát én azt gondolom, hogy a saját teljesítményemmel valamennyire elégedett lehetek természetesen. Tökéletesen elégedettség nincsen bennem, hiszen a csapatunk eredményessége az sajnos az elmaradt, viszont azt azért tisztán látni kell, hogy ebben a csoportban, hogyha csak a számokról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy valahogy hasonlóképpen alakulna a lista, és mi megpróbáljuk nekünk most is az a célunk, hogy ne pont nélkül essünk ki, hogy ebből a kis csoportból, mert matematikailag már azért elég nehéz ebben tovább mennünk, viszont számomra ez egy elképesztő jó tapasztalatszerzés, hogy nem mondjuk a román-ukrán bajnokkal játszunk most, mint ahogy a CD csoportba tettük tavaly, hanem a német, magyar, francia, vagy éppenséggel a Barcelonával játszunk, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Arról beszélünk, hogy ahhoz képest, tehát ugye a Schaffhausen egy szintet lépett, most már nem az alsó ágon van, hanem, hát nem tudom, mondhatjuk azt, hogy gondolom te is így látod, hogy ez az erősebb, ez a legerősebb csoport most a BL-ben, igaz? Pontosan, hát abszolút, úgy hozta a sorsolás, ugye a Kielt még ezt a draftolták a végén, az utolsó pillanatban helyezték el, mert ugye tavaly nem lettek annyira eredményesek a saját bajnokságukban, úgyhogy ők is ide ebbe a csoportba jöttek, és hát tulajdonképpen egy ilyen álomcsoport jött létre, ami azt gondolom, hogy például egy Veszprémnek, vagy a többi csapatnak is ez egy nagyon-nagyon egy előnyös dolog, hogy úgy készülnek fel tulajdonképpen erre az végső küzdelemre, hogy meg tudják méretni egymással hétről hétre magukat, hogy kik azok, hogy milyen erőt képvisel a másik, kicsit kóstolgatni, kicsit ízlelgetni. Én azt gondolom, hát az eredményesség, ráadásul most, ha vesszük a Veszprémet, most egyelőre nem teljes mértékben van meg, de én azt gondolom, hogy egy ilyen sorozatban mindig azért a végén számítanak az eredmények. Egyébként, ha már itt tartunk, mert ugye ebben a csoportban ott van az elsők között két olyan sztárcsapat is, ahol te bizony játszottál és megfordultál. A Veszprémiek eddigi olyan botladozásainak te miben látod az okát? Persze most kicsit távolabbról meg kívülre, de hát mégiscsak másfelől meg belülről nézve. Nyilván itt a sportéletben, itt a kézlabdán berkekben nagyon sok mindent hall az ember, nagyon sok legykát hall, és elég sok mindenről beszélnek. Én az ilyenekre annyira nem adok, mivel amit én látok, az, hogy még nem úgy indult be ez a henger az Veszprémbe, ahogy tavaly évvégén, vagy pont úgy, ahogy évvégén abba hagyták, lehet, hogy ez még egy kicsit sokkolja őket, vagy nem tudom pontosan, hogy mi lehet benne. Az biztos, hogy az a csapat, akik ott vannak, az a játékos állomány, amivel rendelkezik a Veszprém, az eredmény szempontjából azt gondolom, hogy azért egy erősebb brigád, szóval én úgy gondolom, hogy az majd biztos előjön belőlük akkor, amikor kell. Én azt látom, hogy körülbelül minden meccsre egy ilyen 3-4 gólos különbség maradt bennük. Szóval a két mérkőzés, amit megnyertek, tulajdonképpen már megnyertek a Flensburg és a Plock ellen, azt a végén valahogy mégis X-re mentette az ellenfél. Én is azt éreztem, hogy ellenük nekünk nagyon jó meccsünk volt, nagyon jó mérkőzést játszottunk, én nagyon boldog voltam ott Veszprémben, mikor a meccset játszottuk, vagy az 55. percben még olyan 1-2 kiérezettebb volt a küzdelem, de azt kell, hogy mondjam teljesen őszintén, hogy ez nem csak a mi érdemünk, hanem én azt gondolom, hogy ez a Veszprém is nem úgy játszik még ebben az időszakban, ahogy az elvárható. Na most, ahogy látott te egy másik válogatott béli társ, egy másik irányító Lékai Máté helyzetét most Veszprémben, hát hogy mondjam, nem feltétlenül baj a saját karriered szempontjából, mondjuk nem a magyar bajnoknál kézilabdázod, igaz? Ilyen furfangos kis kérdés ez, ugye? Itt korán reggel. Én azt gondolom, hogy a Máté már nagyon régóta, meg a többiek is elég régóta már ott vannak Veszprémben.
Az utóbbi 2-3 évvel szépen léptek előre évről évre az eredmény szempontjából is. Tavaly tulajdonképpen már megvolt a sajt, amit kiénekeltek a szájukból, én azt érzem, hát mindenki látta. De gondolom ennek is megvannak az okai, én azt gondolom, hogy van ott egy vezetőség, akinek a tisztje ezt eldönteni, hogy ez mit, miért történt, és ennek az érdekében lépéseket vagy nem lépéseket hozni, ezt ők tudják. Az, hogy a Máté vagy a többiek kevesebb szerephez jutottak az utóbbi időszakban, én annak annyira nem örülök, hiszen a magyar válogatott szempontjából az a legfontosabb, hogyha mindenki teljes önbizalommal érkezik oda a válogatotthoz, és mindenki úgy jön, hogy tele van önbizalommal és sok játékkal. A Máté most az utóbbi pár meccsen elég sokat játszott, ahogy láttam. Nem tudom, hogy mi van, azt tudom, hogy a Parmászon sérült. Nem tudom, hogy egyedül maradt el a posztján, vagy egyszerűen megkapta teljes mértékben most a bizalmat. Ezt nem tudom innen eldönteni, nincs nekik információ, de örömmel láttam, hogy ilyen jó formában van. Remélem, hogy a többiek is, akik meghatározó szerepet töltenek be a válogatottba, ők is majd minél előbb eljön ez az időszak. Na most, Gábor, hogy azért rád is térjünk vissza egy következő kérdésben. A Paris Saint-Germainnél töltött időszak után most úgy tűnik, hogy azzal is, hogy a Schaffhausen a BL-ben előrelépett tavalyhoz képest, te megtaláltad a számításaidat ennél a klubnál. Szóval kifejezetten jól érzed magad náluk? Igen. Igen, az igazság, hogy abszolút igen, ahogy leírtad most, tulajdonképpen ez helytálló. Én amikor Párizsban nekem egy csodás éveket, másfél évet töltöttem el, azt azért hozzáteszem, hogy az rettenetesen szerettük a feleségemmel, megszületett ott a kislányunk, úgyhogy nekünk nagyon csodás élményeink van a Párizsból. A kézlabda sajnos ez nem úgy alakult, de azt hiszem nem az egyetlen egy klub, ahol előfordult ilyen időszak, amikor nem olyan gördülékenyen folytak a dolgok. Azt hiszem, hogy rengeteg játékos tud erről mesélni. Nekem ugye ezután az volt a célom, hogy az önbizalmamat visszakapjam, mert én nagyon szeretek kézlabdázni, én nagyon szeretek játszani, én nagyon szeretek kapura lőni, én nagyon szeretek gólokat szerezni, nagyon szeretek örülni a többiekkel együtt a meccs végén, hogy én is rengeteget tettem a csapatért, és bennem ez rettenetesen jó érzéseket ad, és most 32 éves vagyok, ha minden igaz, akkor már rettenetesen sok évem nincsen, de én ezt nagyon szeretném kielvezni. És most egy olyan helyszínen vagyok, ezt most a gólokban mondhatnám, hogy látszik a gólokban, de igen, mondhatjuk azt, hogy látszik a gólokban. A BL-ben a Veszprém vagy a párizsi évem alatt lőttem azt hiszem 4 gólt körülbelül, és utána, amikor idejöttem egy év alatt 64-et, és most is, ahogy mondtad, nem tudom, 41-nél járok, vagy mennyi, nem számolom én igazából, de ebből látszik, hogy tele vagyok önbizalommal, hogy jó helyen van, vezér egyéniség vagyok a csapatomban, és élvezem újra a munkámat. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a munkája természetesen nekem másodlagos, mert az első egyértelműen a család, de hát hatással van mindegyik egymásra, úgyhogy most eléggé, nem mondhatom azt, hogy nagyon kiegyensúlyozott vagyok, nagyon kiegyensúlyozottak vagyunk a családommal, úgyhogy jó helyen vagyunk. És akkor azt mondd meg végül, hogy ez a fajta kiegyensúlyozottság és önbizalom és játékkedv, ez mit fog hozzátenni a válogatotthoz, majd világbajnokság jön ugye januárba. Mire számítasz ott ezen a világverseny? Egyelőre az én számításaim a válogatottban azok elég kurták mostanában, mivel elég sok minden történt az elmúlt időszakokban, sok váltás, sok meglepetés, főleg számomra is. Most jelen pillanatban egy olyan időszakot él a válogatott, amilyet, és régebben még valahogy olyan egyértelmű volt számomra is, hogy jön a meghívó, megyek, és az utóbbi 12 évben minden szabadidőmet és minden kis regenerációra szánt időt itt a klubnál, azt a válogatottnál töltöttem, vagy éppen a családtól vettem el, de nekem ez normális volt az utóbbi 12 évben. Most egy kicsit megváltozott ez a helyzet, én azt gondolom, hogy most úgy hallottam, hogy behívtak, de megmondom, hogy számomra ez sem mindig egyértelmű. Én beszéltem az edzővel, a Szabatéval, és meséltem neki, nem tudom, hogy látja, igaz, egy csoportban vagyunk, hogy milyen formában vagyok, és hogy mennyire meghatározó szerepem van. Azt látom, hogy a válogatottban nem ezt állják nekem, ott egy teljesen más szerepet adnak, amivel nekem nincsen problémám, mert én rengeteget tanulok ebből is, hogyha ott vagyok, és egy más stílust is máshogy játszom.
de egyelőre én nagy jövőbeli tervekbe nem tudnék belemenni, ha nem haragszol meg, mert nem haragszol meg, de hogyha jön a hívás, akkor ott leszel. Egy évvel ezelőtt, amikor az utolsó pillanatban mondták, hogy hát a plusz egy lettem, ez a szerep jutott nekem, nehéz volt elfogadni, megmondom őszintén, de hát ilyen a sport, sajnos az ilyenek mindig benne vannak. Most jelen pillanatban én azért küzdök, hogy itt a jövőképemet a klub szinten megoldjam nyilván, hogy meglegyen minden, hogy minél boldogabb jövőt tudjunk elképzelni magunknak. A válogatott meg egy extra, amit majd meglátjuk, hogy alakul. Hát meglátjuk. Gábor, mindesetre én azt kívánom, hogy alakuljon jól, ahogyan a klubbeli dolgaid is. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Én is köszönöm szépen. További szép napot. Szia!